Gép, 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 pokolgép. Ezt a rigmust még az is ismeri, aki alapvetően nem a keményebb zenei műfaj szerelmese. Sziasztok, ez itt a Roncsoló. A pokolgép az 1980-as évek elején alakult meg. A zenekarhoz köthető az első magyar heavy metal album, az 1986-ban megjelent Totális Metal. Az együttes alapítója, gitárosa és dalszerzője Kukovec Gábor nemrég szólólemezzel lepte meg a rajongókat, de a vele és a Tóth Attila énekessel készített interjúból sok minden más mellett kiderül, hogy hamarosan a zenekar is új albummal rukkol elő. Tartsatok velünk! Nagyon örülök, hogy itt vagytok Debrecenben, a Roncsbárban. Egy kicsit beszél arról, hogy most itt a tavaszi turnétok hogy alakul. A tavaszi turnénk az elég sűrű, úgyhogy mindenhova szeretnék eljutni az országba. Minden fontosabb helyre, ez is egy fontos hely számunkra, a Debreceni Roncsbár. Úgyhogy minden évvel el szoktunk jönni ide, és reméljük, hogy ez a sorozat ez tovább folytatódik. Tehát mi mindig eljövünk, hogyha meghívnak, bárhova meghívnak, mindig elmegyünk. A tavasz-nyár az folyamatosan fesztiválok, folyamatosan fellépünk, tervek vannak, lemezt készítünk, új lemez készült, Gábornak is a szólóalbum idén elkészült, és majd december az év végén szeretnénk egy ilyen, ebből az új albumból is egy kis szösszenetet eljátszani ezen a december 31-i bulin, és a megjelenő lemezről is szeretnénk eljátszani pár számot. Decemberben kaphatták kézbe a rajongók a Tiszta Szívvel Pokolgép című albumodat. Mi volt a motiváció? Mikortól indult meg ez a gondolat maga fejedben, hogy te azt mondd, hogy előbb-utóbb készítesz egy ilyen albumot? Szerintem 5 évvel ezelőtt elindult ez a gondolat, amikor is elkészítettem egy számot, aminek az volt a címe, hogy Tiszta Szívvel, ugye József Attilának a verse, és hát nekem nagyon tetszik a legelső számaim egyike, aminek ez a címe, hogy Pokolgép, és mivel a Pokolgép együttesbe töltöttem egész életemet, ezért adta magát, hogy ez lesz a lemez cím, hogy Tiszta Szívvel Pokolgép. Már csak ki kellett rostálnom, hogy melyik szám legyen az a szerzeményeimből, ami erre a lemezre rákerül, és végül is úgy gondoltam, hogy a kezdetektől a túlmutató jövőig megpróbálok rátenni minden olyan dolgot, ami számomra a mai nap is vállalható, gondolatilag is, meg zeneileg is, és hát összejött ez az album, amin 17 vagy 16 szám van, ami eléggé húzos, mert ennyit általában nem tesznek rá egy CD-re, és hát ez tényleg a kezdetektől a majd az év végén megjelenő új pokolgép lemezig tartó folyamatot ábrázolja a szerzeményeimben. Nyilván itt az is különlegesik, hogy ezeket te magad énekled el, tehát nyilván a pokolgép számokat is, amiket eddig mondjuk akár a te prezentálásodban hallhatott a közönség, azt most végre a te prezentálásodban is hallhatta. Hát eddig az a szerencse adódott az életem, hogy jobbnál jobb énekesekkel dolgoztattam együtt, Ati a harmadik énekes a zenekarnak, és hát úgy gondoltam, hogy egyszer valaki már énekelje föl rosszul is ezeket a számokat, és ezt megpróbáltam elkövetni, hogyha valakinek tetszik, akkor ennek szívből örülök. Én például megnéztem a Beethoven Árnyékába című filmet, ahol szegény Beethoven énekelgetett és mutatta a szerzeményeit, és eléggé rossz volt hallgatni, ugye, mert szegényke süket volt. Én még nem vagyok süket, de nekem nagyon tetszett ez a film, és tényleg abban reménykedek, hogy minél több embernek tetszik ez a Tiszta Szívvel Pokolgép című albumom, melyen igazából a zenekar tagjai is aktívan részt vették a munkálatokban, hogy más nem mondjak, a Pinyő volt a basszusgitáros, Márk dobolt, Attila velőtrázó metálsikolyt tett le az asztalra, Zalán egy gitárszólót eljátszott, tehát a többi dolgot én követtem el, mert egy kicsikét ilyen ego albumnak tűnik. Igazából arról szól, hogy megmutattam, hogy itt vagyok, ez vagyok, ilyen többet
nagy valószínűséggel nem lesz, mert én a pokolgép együttesbe gondolkodok. Ezt a cím is sugallja, az, hogy tiszta szívvel pokolgép, ezt én valóban komolyan gondolom. Mindenféle anyagi és üzleti szándék nem motivált abba, hogy ez a lemez megjelenjen, de nagyon örülök neki, hogy a kiadónk kiadta, Attila barátom, kiadta ezt az egész albumot, Bene Attila a kiadónk. Évvégén meg fog jelenni, nem is évvégén, reményeink szerint október-november környékén megjelenik az új pokolgép album, ami 2023-as datálással lesz, a címét még nem tudjuk, bár sokan faggatnak minket. A ma koncerten színpadon álló zenekar fogja ezt a dolgot elkövetni, mi már itten régóta együtt játszunk és nagyon szeretjük egymást, mondhatni barátok vagyunk és írtó jól tudunk együtt alkotni és dolgozni. Utána pedig a jövő évi termés pedig az lesz, hogy a 13 megzenésített magyar költő verse lapul a tartsójunkba, abból a közönség még csak egy 6-7 számot ismer. Az összes többi, a többi 6 az teljesen új újdonság erejével fog majd hatni. Nyilván itten az motivált minket, hogy magyar költőknek a verseit zenésítjük meg, mert magyarok vagyunk, és ez írtó fontos számunkra. Beszéljünk egy kicsit még erről az új albumról. Említette itt a kedves kollégát, hogy akkor ez őszre várható. Jelen pillanatban hogy állnak most a munkálatok? Hány nóta van kész, vagy mikor tervezitek azt, hogy akkor belehúztok, és akkor gyorsan összepattintjátok? Hát folyamatosan dolgozunk, tehát gőzerővel dolgozunk az új albumon. Nem úgy csináljuk az albumot, hogy nem időre csináljuk meg, hogy ekkora kész kellene, amikor megérett, tehát amikor úgy érezzük, hogy az albumnak, de az albumot sem úgy szoktunk csinálni, hogy minden évben csinálunk egy albumot, hanem amikor megérünk rá. Tehát amikor úgy érzi az alkotó. Amikor minden így összeáll. Van, akkor csinálunk albumot, akkor úgy érezzük, hogy csinálni kell, amikor jön minden magától. De ez a Tiszta Szívvel album az, amely Gábornak a szól, amelyik annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem a megszokott 10 dal, mint általában egy lemezen, hanem 17 dal szerepel rajta, úgyhogy sem egészhetnek bátran a hallgatók. Viszont lesz egy óriási nagy koncert. Mit lehet tudni ennek a koncertnek a részleteiről? December 31-én lesz a Barbanella klubban. Hát a Tiszta Szívvel lemezről is szeretnénk játszani számokat, az új lemezről is, úgyhogy régi dalokat is, úgyhogy ott is sem egészhetnek a hallgatók és a közönség. Tehát mindenfajta időszakból szeretnénk játszani dalokat. Új lemezről, régi lemezről, úgyhogy lesz mit válogatni. Ez nem egy egyszerű koncert lesz, mert már ott tartunk, hogy több mint 2 órás lesz a buli, és olyan látványosságokkal készülünk, ami általában a zenekarnak a nagyobb ívű koncertjeire jellemző, hogy a közönségbe hagyjon nyomot, meg mi bennünk is hagyjon nyomot ez az egész dolog, és hát mit lehet elmondani? Nagyon örülünk, hogy egy 40 éves zenekarnak egy olyan közönsége van, akik kitartanak mellette. El tudjuk mondani, hogy nekünk sajnálatos módon, nem is sajnálatos, nagyon örülök, hogy egyetlen egy szponzorunk se volt, nem vagyunk egyetlen egy politikai pártnak a hátszeléből vitorlázgató csónak, mi tisztán megpróbálunk zenélni, tisztán megpróbáljuk csinálni azt, amit szeretünk, és senki ne befolyásoljunk minket azzal, hogy na akkor most meg kell jelennünk, ekkor vagy akkor, Attila nagyon jól mondta, amikor megérett. Most már megérett az új lemez, tehát biztos, hogy egy olyan lemezhez fog hozzájutni a pokolgép együttest kedvelő tábora, hogy be fognak szarni, miközben hallgatják, tehát WC papírt már lehet venni. Na az gyorsan, akkor megint el fog fogyni a boltokból, az mint biztos. Covidnál. Igen, WC papír az fogyni fog. Yeah.
köszi, hogy néztétek a Roncsolót. Műsorainkat az Alföld Televízión, illetve annak YouTube csatornáján is megtaláljátok. De természetesen várunk benneteket Facebookon, Instagramon és TikTok oldalunkon is. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!